Svájcban március 1-től kinyithatnak a boltok, könyvtárak és az állatkertek is, jelentette be a szövetségi kormányzat. Az intézkedés célja, hogy a gyerekek és fiatalok életét megkönnyítsék. A kormányzat havonta dönt a fertőzöttek és a kórházi ápolásra szorulók számától függően. A helyzet még kockázatos, de már javul. Látjuk a következő hetek és hónapok perspektíváját. Ezek alapján lazíthatunk. Lassan, óvatosan és észszerűen, és ha most jól döntünk, akkor áprilisban jöhet a következő lépés, mondta az egészségügyért felelős miniszter. A miniszter dicsérte az emberek fegyelmezettségét. Az új fertőzöttek száma egy hónap alatt megfeleződött. Magánrendezvényeken egyelőre legfeljebb 15 ember jöhet össze. Az éttermek és kávézók egyelőre zárva maradnak, áprilistól nyithatnak ki a teraszok. A sajtótájékoztatón egy újságíró megkérdezte, hol látják az országot egy év múlva. A belügyminiszter úgy gondolta, egy év múlva egy teraszon fog sörözni. Svájc köztársasági elnöke ugyanígy képzeli el a jövőt, bár ő egy pohár fehér borral szeretne kocintani.